Ezekben a percekben zajlik a kormány ellentüntetése a parlament előtt. A főszónok pedig Magyarország miniszterelnöke. Miért tüntet Orbán Viktor? Európára és az ellenzékre mutogatnak, ahelyett, hogy szembenéznének a hibáikkal. Úgy tesznek, mintha erre az országra semmilyen megegyezés nem lenne érvényes, mintha nem lennénk az unió részei, mintha nem lennénk ott mi is Brüsszelben. Mutassuk meg, hogy a magyar köztársaságban olyan emberek laknak, akik hisznek a közös Európában. A most következő szónokunk itt volt velünk ezen a színpadon október 23-án is. Magyarként, európai polgárként, roma értelmiségi nőként. Hallgassátok meg Jónás Mariannát. Sziasztok! Azt a feladatot kaptam, hogy hangosan beszéljek, mert az Astorián túl már nem lehet minket hallani. Szóval, mindig örömmel jövök hozzátok, de továbbra sincs jó hírem. Nincs jó hírem, mert bár ez a kormány a középosztály és a szegények szövetségét hirdette, a plebejus politika máza mögött felépült egy másik Magyarország. Egy olyan Magyarország, ahol a szegényeket nem szociális munkások segítik, hanem rendőrök vigyázzák. Ahol a leszakadó rétegeket nem felzárkóztatni, csupán félrerakni akarják. Persze legyünk méltányosak. Torz és fenntarthatatlan munkaerőpiaci szerkezet, gyönge foglalkoztatottság, az alacsony iskolai végzettségűek kilátástalan helyzete. Súlyos kérdések, amelyekre valamennyi kormány elodázta a választ. Azonban a változás politikai árát ez a kormány sem vállalja fel. A terhek javát azokra hárítja, akiktől már nincs mit elvenni. Közös áldozatvállalás helyett kijelöli az együttérzés határait. Miközben állandóan a nemzet érdekeire hivatkozik, a kormány szerint vannak olyan régiók és térségek, életkorok és bőrszínek, ahonnan valaki nem tartozhat a társadalomhoz. Pedig a szolidaritás nem állhat meg sem a nagyváros, sem a falu határában. Ez a kormány rendet és jövőképet ígér, de csak káoszt és bizonytalanságot teremtett. Ingatag jogállami keretek, szűkülő középosztály, 12 évesen büntethető gyermekek, akiknek oktatásáról 16 évesen lemondunk. Hová vezet mindez? 200 ezer fővel kevesebb érettségizett, minisztériumból kijelölt iskolaigazgatók, silány minőségű szakképzés, a módosabb rétegek számára fenntartott egyetemek. A 70-es évek iskola rendszere, a 70-es évek mezőgazdasága és gyáripara nélkül. Ez a kormány 1 millió új munkahelyet ígért, de csak a közfoglalkoztatás semmibe vezető útját járja. Nemhogy bővítenék a foglalkoztatást, de további 100 000-rel növelik azoknak a számát, akik esélytelenül indulnak a munkaerőpiacon. A közmunkaprogramok szabályozása állástalanok sokasságát szolgáltatja ki a helyi politikai elitnek. A segélyezésre fordított összegeknél jóval drágábban végeztet fölösleges munkát. Mára azokat az állásokat is közmunkásokkal töltik fel, amelyek korábban magasabb bérekkel járó, közalkalmazotti, piaci státuszt jelentettek. Ez a politika nem a munkaerőpiaci helyzetet, csupán a statisztikákat javítja. A jogszabályalkotás normális esetben nem büntetés, hanem konstruktív, politikai tett. Éppen ezért követeljük a tankötelezettség korhatárának visszaállítását, a továbbtanulás és a belföldi migráció lehetőségeinek bővítését,
javasoljuk, hogy az alacsony képzettségűeket és a kisgyermeket nevelő nőket foglalkoztató vállalkozások adó- és járulékterhei jelentősen csökkenjenek. Az előző minimum feltételek nélkül a kormány politikája csak a módosabb rétegeknek kedvez, miközben a középosztály és a szegények jövőjét éli fel.